Ezzel a videóval elérkezünk az évezred legjobb játékait összesítő listánk feléhez, amin a szerkesztőségünk kedvencei kaptak helyet. Eddig is remek címek voltak a felsorolásban, ez a tízes azonban már hemzseg a klasszikusoktól, lássuk is, mely játékokról van szó. 2000-es évek második felében az Electronic Arts úgy érezte, hogy jó lenne kicsit felrázni a portfóliójukat, mivel a legtöbben a menetrendszerűen érkező sportjátékokkal és filmadaptációkkal azonosították a kiadót. Ezért akkoriban több a kiadótól szokatlanul eredeti ötletre is rábólintottak, köztük a Battlefield mellett valami kreatívabb projektre vágyó Dice Park játékára, a Mirror's Edge-re is. A lendületes és kreatív mászás ugrálás akkoriban kezdett nagyobb népszerűségre szertenni, a Mirror's Edge pedig az egyik első játék volt, amelynek ez sikerült kiváló irányítással, és és belső nézetben beleépíteni egy játékba. A disztopikus város sterilen fehér épületei felett és között való futkosás rendkívül lendületesnek érződött, a fejlesztők pedig képesek voltak úgy képernyőre adaptálni és visszaadni a mozgás fizikai élményét, ahogy azóta sem sokaknak sikerült. Persze a történet és a kevésbé jó lövöldözős részek rontottak valamit az összképen, de a Mirror's Edge még így is az utóbbi két évtized egyik legkülönlegesebb triplájátéka. játéka. Mivel a Mirror's Edge egy személyes játék volt, anno ennek is sokan inkább a kalóz másolatait szerezték be, ahelyett, hogy pénzt fizettek volna érte. A fejlesztő azonban meglepetéssel szolgált azoknak, akik illegálisan jutottak hozzá. Volt olyan tört verzió, amelyben a főszereplő fejt a játék bizonyos pontjain csigalassúságúra vette vissza a tempót. Ez pedig tökéletesen hazavágta az élményt, mert a játék pont arról szól, hogy a legnagyobb lendület megtartásával minél messzebbre és magasabbra próbálunk felugrani és felmászni. Alig halep meg bárkit is, hogy a 2010-es évek egyik legnagyobb hatású játéka, a Dark Souls felkerült a listánkra, az viszont talán furcsa lehet, hogy csak a középmezőnyben szerepel, de ennek egyszerű okai vannak. ami szerkesztőségünkben sem mindenki mazoista, akik pedig mégis azok összességében jobban szeretik a From Software más játékait. Mi az, aki hidetaka és csapata az elmúlt tíz év során sokat javított a formulán, aminek alapjait még a Demon Souls-ban fektették le, ám az első Dark souls olyan különleges hangulata van, hogy valószínűleg soha senki nem lesz képes újraalkotni. A folytatások mellett egy picit már elavultnak hathat, de a vertikálisan elnyúló, szorosan egybefüggő zónákat magában foglaló Lord Run még úgy is az egyik legélőbbnek ható videójátékos pálya, hogy dugik van halottakkal. Igen, a Dark Souls kegyetlen, és emiatt nem való mindenkinek, de szürkeségében is gyönyörű világa és az emberi lét küzdelmeit velősen reprezentáló játékmechanikái miatt akkor is egy mestermű. A Dark Souls 2011 őszén PS4-re és Xbox 360-ra jelent meg. PC-n csak azt követően tették elérhetővé 2012. augusztusában, hogy az interneten rengetegen jelezték, asztali gépeken is látni szeretnék a híresen nehéz játékot. Még online petíciót is indítottak ennek érdekében, amivel sikerült felhívni a játékot kiadó Bandai Namco figyelmét, mikor összejött a 65 aláírás. Az már más kérdés, hogy a PC-s verzió milyen katasztrofális állapotban jelent meg. Ez sem lesz váratlan fordulat, de a BioWare játékait mi is a kezdetektől fogva szerettük, köszönhetően az olyan legendás műveiknek, mint a Baldur's Gate vagy a Knights of the Old Republic. Az igazán népszerű alkotásaik viszont a 2000-es években jelentek meg, melyek még alapos szerepjátékos elemeket használtak, ugyanakkor már mutatósabb 3 d grafikát kaptak. Ezek egyike volt a Mass Effect, amely úgy volt akciójáték és egy gazdag történetet elmesélő sci-fi, hogy közben nagy beleszólásunk volt az események alakulásába. A trilógia első része még kissé csiszolatlan volt, ami leginkább nem túl volt érhető, de egy olyan pokolian érdekes világot tárt elénk, hogy gond nélkül neki a hiányosságait. A messzefekt elsőre talán száraz űrpolitikai thrillernek tűnhet, de olyan izgalmasan és részletgazdagon építi fel az emberiség által frissen felfedezett galaktikus közösséget, a főszereplő Shepard mellé csapódó karakterek pedig olyan érdekesek, hogy a játék végéig nem ereszt az interplanetáris kaland. A fejlesztése során a játék kódneve az volt, hogy SFX, vagyis Science Fiction X. Habár ez borzasztóan száraznak hangzik, a BioWare fejlesztői úgy hozzászoktak, hogy azt szerették volna, ez legyen a hivatalos címe. Casey Hudson rendező és még páran viszont ellenálltak, már csak azért is, mert egy régóta futó magazint szintén így neveztek. Talán kiegyezhetünk benne, hogy a Mass Effect-tel mindenki jobban járt. Ma már nem olyan sokan emlékeznek a Grand Theft Auto első két számozott részére, pedig a 90-es évek második felében kifejezetten népszerűek voltak. A GTA 3 viszont olyan felfoghatatlanul sikeres volt, hogy sokan még a címe ellenére is, mintha azt gondolnák, hogy itt kezdődött a széria. A játék bravúrja az volt, hogy nyílt világú pályáját akkoriban példátlanul részletesnek számító 3 d grafikával kombinálta, amitől annyira szabadnak érződött, mint korábban talán még egyetlen videojáték sem. De közben mégsem volt teljesen sandbox -szerű az élmény, mert a fejlesztő DMA Design külön odafigyelt arra, hogy az előző részekhez képest markánsabb és emlékezetesebb története legyen a játéknak. Organikusan eszkalálódó rendőrrendszerével, rengeteg rádióállomásával, bárhol ellopható autóival és temérdekjárók előével Liberty City a legélőbb virtuális városnak hatott, amely addig készült. Mivel azóta rengetegen átvették a megoldásait és számos folytatás készült hozzá, a Grand Theft Auto 3 ma már szinte minden szempontból elavultnak érződik, de higgyétek el, megjelenésekor ez volt az egyik legdöbbenetesebb játék. A GTA 3 alig egy hónappal a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után jelent meg, ezért a fejlesztők megváltoztattak a játékban néhány dolgot, hogy Liberty City ne emlékeztesse a felhasználókat New Yorkra, illetve a tragédiára. Az eredetileg kék-fehér rendőrautókat fekete-fehérre változtatták, módosították egy repülőgép útját, hogy ne tűnjön úgy, mintha egy felhőkarcoló felé közeledne, és kivágtak egy olyan küldetést, melyben terroristákra utaltak. Joseph Ferrez a harsány megjegyzéseiről ismert rendező mindig is olyan alkotásokat készített, melyekben két karakter vagy két játékos kapcsolatát próbálta minél érzékletesebben ábrázolni, kifejezetten a videojátékok forma nyelvével. Eme törekvésének lett legérettebb gyümölcse a 2021-ben megjelent It Takes Two, amely egy válni készülő házaspárt kényszerít bele közös kalandokba. A legtöbb fejlesztőnek eszébe sem jutna megkockáztatni, hogy a játékát csak is kooperatív módban lehessen elindítani, az It Takes Two-t azonban másként el sem lehetne képzelni. A teljes játékmenet úgy lett kitalálva, hogy itt bizony tűzön-vizen át is ki kell tartania egymás mellett a felhasználóknak, ha végig akarnak menni azon a rengeteg játékfajtán, amit belegyömöszöltek ebbe a digitális kalandba. Az itt Takes Two már csak azért is jól esett nekünk, mert egy olyan korszakban nyújt minden felesleget nélkülöző önfelet amikor a videojátékok jelentős része görcsösen próbálja minél több időnket elrabolni. Bár az It Takes Two teli van easter és jó utalásokkal, az egyik legviccesebb, hogy Joseph Ferrez előző játékának, az A Way out a két fő szereplője, Leo és Vincent is megtalálható bábuként a játékban, sőt egy-egy gombot megnyomva rajtuk még meg is szólaltathatóak. A neves japán designer Ueta Fumido élete során három jelentős művet készített, köztük a listánkon korábban már megemlített The Last guardian de az első fontos alkotása PS2-es ICO volt. Már itt megmutatkozott, hogy Ueda játékai miért különlegesek. Minimalista cselekménnyel és rövid átvezetőkkel elsősorban a játékmeneten keresztül mesél el nagyon intim történeteket. Ebben az esetben egy olyan fiúról és lányról, akiket akaratuk ellenére zártak be egy kies kastélyba, és ahonnan közösen próbálnak megszökni. Ahogy a karakterek, úgy a játékos sem egészen érti eleinte, hogy miért alakult így az események, a játék pedig nem hajlandó a szájába rágni, hogy mit kell csinálni, vagy hogy egyáltalán hogyan kell irányítani a főszereplő srácot. De pont az elhagyatottságeme erős érzése tehet arról, hogy iko és a játékos is erősen kötődik Jordához, akinek külön játékmechanika megfogni a kezét és fel alá kísérgetni a kastélyban, hogy megmenthessük őt, és hogy cserébe ő is megmenthessen minket. Az Iko az egyik legerősebb példa arra, hogy egy videojáték bizony lehet művészet. Az ICO fejlesztésének már 1996-ban nekiálltak, és eredetileg úgy tervezték, hogy az első PlayStation-re fogják kiadni, de végül a 2000-ben megjelent ps 2 debütált. Ennek elsődleges oka az volt, hogy Jorda mesterséges intelligenciája túlságosan is megterhelő volt a PS1 számára. Az olyan immerzív szímek, mint a Deus Ex vagy a Thief az ezeret forduló környékén élték az aranykorukat, de mivel nem tudtak mainstream attrakcióvá válni, megalkotni pedig nem könnyű őket, nem sok képviselője született a műfajnak. A francia Arkane azonban a mai napig próbál találkozik velük, legjobban fogadott zsáner darabjuk pedig a Dizanerd lett, melyben trónfosztókon kell bosszút állni egy orvul meggyilkolt császárnő testőrével. A Dizanerd elsősorban azért nagyszerű, mert egymástól szélsőségesen eltérő megoldásokkal lehet játszani benne, sőt még azt is megoldották a fejlesztők, hogy egyetlen fő ellenséget se kelljen megölnünk, ha nem akarjuk. Persze a Designerd stílusosan szürke esztétikával ábrázolt, kegyetlen világa és az agyafurt módon kombinálható szuperképességei miatt is kiemelkedő, de végső soron mégiscsak azt tette klasszikussá, hogy milyen szabadon és organikusan fejezhetjük ki benne önmagunkat. Az első Dizernőrdben kifejezetten népszerű színészek, például Susan Sarandon, Carey Fisher és Michael Madsen szólaltatják meg a karakterek jelentős részét, de akadnak köztük olyanok is, akik azóta lettek igazán ismertek, mint például Lena Heady vagy a császárnő lányát alakító Chloe Grace Moretz. Nem, nem káprázik a szemetek, tényleg magasabb helyezést ért nálunk a Dark Souls széria legtöbbet kritizált második része, mint a kultikus nyitó epizód. A Dark Souls 2 a franchise fekete báránya, mert ha bár ez is egy kiváló játék, érte néhány kritika az első részhez kevésbé zseniális pálya illetve a nem annyira emlékezetes ellenségei miatt. De vannak nálunk néhányan, akik úgy gondolják, hogy összességében áramvonalasabb játék volt, amelyben már nem voltak olyan hírhetten bosszantó jelenetek és ellenfelek, mint a nagy előttben. Ám bármit is gondolunk róla, végső soron a Dark Dark Souls 2 is egy kiemelkedő játék erős hangulattal, kielégítő kihívásokkal és az első résznél változatosabb tájakkal. Arról nem is szóva, hogy a játék DLC-ivel megint csak hatalmasat alkotott a From Software. A From Software Souls-szerű akció szerepjátékai közül ez volt az egyetlen, amelyet nem mi az, aki a rendezett, mivel a Dark Souls 2 fejlesztési ideje alatt ő már a PlayStation Exclusive bloodborne dolgozott. A második résznek eredetileg két rendezője volt, ami okozott némi problémát a fejlesztés során, ahogy az is, hogy új grafikai motort készítettek a játékhoz. A projekt élére végül Tanimura Yuit nevezték ki egyedüli rendezőnek, akinek sikerült koherens egészé összefogni a játék különböző elemeit. 2017 a Nintendo történetének egyik legerősebb éve volt, ugyanis abban az évben jelent meg a Switch, amely, mint egy a konzolháborútól távol maradva, konkurencia nélkül aratja a babérokat a különleges exkluzív játékaival mind a mai napig. Ezt elsősorban a The Breath of the Wild iszonyatos erős fogadtatása alapozta meg, de a nem sokkal később megjelent Super Mario Odyssey betonozta be, amely ismét emlékeztetett minket arra, hogy a pattogó csőszerelő kalandjait fejlesztő szakemberek kreativitása kvázi kiapadhatatlan. Az Odyssey egy bámulatosan bájos játék, nem csak a látványvilág, és a hangulata, hanem a rendkívül változatos pályái és játékmechanikái miatt is. Az például egészen zseniális, hogy a sapkadobálással megszállt ellenfelekből milyen változatos feladványokat tud kihozni. Ez a játék az egyik legjobb példa arra, hogy az önfelett szórakozást biztosító gyermeki élmények is képviselhetnek csúcsminőséget. A Super Mario Odyssey rendkívül népszerűnek bizonyult, két hónap alatt több mint 9 milliót adtak el belőle, és volt olyan, hogy az USA-ban a Switch tulajdonosok több mint 60% a birtokában volt a játéknak. 2021. márciusáig közel 22 millió kelt el belőle. Hatalmas múltra tekint vissza a Resident Evil, és ha bár a leghíresebb videójátékos horror franchise legtöbb része piszok jól sikerült, azért volt egy, a hatodik számozott felvonásban kicsúcsosodott korszaka, amire nem szívesen emlékszünk vissza. A Capcom akkoriban valamiért úgy látta, hogy az akcióról és a vagány hősökről kell szólni a szériának, de szerencsére a hetedik résszel hátraarcot vezényeltek. Ez pedig olyan jól sikerült, hogy a Resident Evil 7 lett a teljes széria legfélelmetesebb epizódja. A beteges Baker família kúriája az egyik legnyomasztóbb és legbensőségesebben kialakított horrorház, amely valaha készült, a parára pedig a korábban még nem alkalmazott FPS nézet is rátett egy jókor alapáttal. Habár történetében és perspektívájában sem igazodik a régebbi játékokhoz, a Resident Evil 7 még tovább viszi a széria játékmenetének hagyományait, így pedig sokkal tiszteletteljesebb folytatás, mint a legtöbb régóta futó sorozat modernebb darabjai. És hát az is sokat számít, hogy ez az egyik olyan játék, amelynek az élményén a legtöbbet dob a VR technológia. A Resident Evil 7 legelső változata még hasonló játéknak készült, mint a hatodik rész, ám figyelembe véve, hogy milyen rossz fogadtatásban részesült a Resident Evil 6, a folytatáshoz végül inkább az 1981-es horrorfilmből a gonosz halottból merítettek ihletet. Ez volt hát az eheti tízes listánk, de mindenképpen írjátok meg kommentben, hogy a rajta található játékok a tirang sorotokban hol kapnának helyet. A jövő héten folytatjuk a visszaszámlálást, addig is, sziasztok!